reggel a Deep Sleep-es fiúk már aktívak voltak. Még mérlegelés előtt voltunk, amikor néhány perc eltéréssel dupla kapásuk volt. Szerencsére pont arra jártam, és fel tudtam venni a halfogást. Mind a két halat sikerült megfogni és zsákba tenni. Szép munka volt, fiúk. A reggeli mérlegelésre érkeztem a Big Fish teamhez. Kíváncsi voltam, hogy az este eredményesek tudtak-e lenni. Hamarosan Mátyás és Soli is megérkeztek, és megkezdtük a mérlegelést. Három hal volt lezsákolva, viszont az egyik 4 kg alatti volt, így kettő került fel a mérlegelős lapra 11,18 kg-mal. Gratulálok a fiúknak! Ezután érkeztünk a Majnot Carp teamhez. Épp fárasztás volt, és sikerült is kifogni a halat, viszont nem érte el a 4 kg-os versenyhatárt. Szerencsére két halat sikerült fogniuk az éjszaka, így volt mit a mérlegre tenni. Viszont mivel tegnap felhasználták a duplázós jokerüket, ezért az egyik halat még este lemérték, és vissza is engedték. A duplázós jokerrel 18,72 kg halat mérlegeltek Miki. A Deep Sleep-es fiúk a tegnap nappali megtorpanásuk után újra szárnyalni kezdtek. Sikeres és fárasztó éjszakán vannak túl, és a reggeli két halal együtt 7 mérlegelhető halat tudtak felmutatni, és 46,38 kg-ot mérlegeltek. Annak a csapatnak, aki be akarja őket hozni, azoknak gyorsan ki kell találniuk valamit, mert nagy a fölényük. De messze még a vége, hajrá! Az Imhotep Bates teamhez érkeztünk. Nekik is sikerült halat fogniuk az este, mégpedig három gyönyörű ponttyal lettek gazdagabbak. Az összsúlyuk pedig 20,98 kg. Ráadásul reggelre még a szél is elcsendesült. Hajrá, fiúk! A tanya oldala következett. Az első csapat ezen a parton, ahová megérkeztünk, a Car Passion Team volt. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó. Milyen estétek volt? Hát az esténk az jó volt, a napközben már az enyhén szólva felejthető. Éjszaka kettő halat sikerült zsákolnunk, volt kettő azon kívül, ami nem mérlegelhető. Mint sajnos két hallal tudjuk a következő mérlegelést is. Hát az... De tudni, de ez rossz, volt már rosszabb. Reméljük, nem lesz rosszabb. Nem lesz rosszabb, csak jobb. Figyelj, majd most nappal az időváltozás majd meghozza. Reméljük, reméljük. Abba bízunk meg minden technikában, amit csak bevetünk. Bocsánat. Kávézás után már hozták is a két halat, Sodi pedig lemérte őket. A két hal összsúlya 10,48 kg volt. Csak így tovább, Car Passion, görbüljön! Jó reggelt! Jó napot! Inkább. Ez már nap? Ez így. Végre nem az van, hogy leviszi a hajunkat a szél. Mennyit fogtok itt mellett? Pistáék, kettőt kérlek szépen. Igen. Ott fárasztás van? Nem, nem. Dobás. Aha. Ott fogtak is szépet. Igen? Láttuk a... 3/4 órát biztos. Nyelvről láttuk, hogy nagyon újonganak, úgyhogy kíváncsi leszünk. Nektek van valami mérlegelhető? Egy van. Egy van? Szép jó napot kívánok mindenkinek! A Bálint & His Teamnek tehát egy darab 4 kg fölötti hal volt lezsákolva. A mérlegelős lapra 6,28 kg-ot írhattak fel. Ebbe még bele kell húzniuk, de nagyon szorítok nekik. Hát görbüljön nektek is! A Team Carp Service csapatához érkeztünk. Három gyönyörű hal volt lezsákolva nekik, és a mérlegelés közben érkezett a negyedik ponty. Így négy halat sikerült a reggeli mérlegelésen felmutatniuk. Az egyik különösen szép volt, 16,2 kg-mal. Az összsúly, amit fogtak, 39,48 kg volt. Lehet, hogy ők lesznek, akik megszorongatják a Deep Sleep-es fiúkat? Mindenesetre elkezdtek felzárkózni, és jó úton haladnak. Csak így tovább, hajrá, fiúk! Alapot, két
sajtos tejfölöstes kólával. Mi a fene? Ez milyen csapat? Ez milyen csapat itten? Naftázok. Figyeljétek! Mi vagyunk a naftázok, egy? Új nevező. A tizedik csapat. Hol néz? Mi egy? Láthatlan baszondolán megnyert. Ez az megnyert. Itkos csapat. Car Passion team következik a mérlegelésem. De kíváncsi vagyok, hogy a Car Passionnek van a hal lezsákolva. Nincsen? Nincsen hal. Nincs hal. Ne tagadjátok le. Megyünk, meggyőződünk róla. De majd most. Majd most. Semmitek nem volt? Nem jött semmire? Mozdítás? Mozdítás az volt. Saját bőre is, gyári bőre is, de egyre csönd van. Aha. És láttam az előbb a szembe pályát etettétek. Igen. Próbálkozunk minden. Onnan éjszaka azért volt. Némi mozdítás. Ott van lehetőség rá, hogy legyen valami hal. Na hát akkor reggelre meglátjuk. Nagyon. Remélem, hogy valami szépet sikerül akasztanatok onnan. Pista merre jár? Pista a Deep Sleepnél? Igen. Megnézzük őket. Ő megy hozzá, hogy bollit lopni. Hát abban láttam a horgászbordot. Mindjárt megkeressük a Pistát, hogy mit csinál. Ment a Deep Sleephez, mert Pista helikoptert hozott az abban a horgászbordból. És tényleg ott van. Ott van. Ott áll a mi Pistánk. Igen. Na majd mindjárt megyünk oda, aztán megnézzük őket. Búcsúzunk a Car Passiontól, elindulunk szépen az Imotephez. Bálint and His Teamnél nem volt hal. A Car Passion Team sem tudott halat fogni napközben. A kék halon két mérlegelhető hal volt. Aztán most meglátjuk, hogy az Imotep Bates Team tudott-e eredményes lenni nappal, bár én úgy hallottam, hogy legalább egy hal le van kötve náluk. Imotev Base Team. Sziasztok! Mi a helyzet veletek? Készülődtek? Mindjárt ideérnek a Mátyásék is Sodival, de kicsit lemaradtak, én körbegyalog voltam a tavat ide. Igen, ott voltunk a Car Passion Teamnél, és hát ők beszélgettek, én már úgy voltam, akkor endlok, és akkor ami ide jönnek, az most már szerintem egy-két perc, mert már látom, hogy ott a töltésen jönnek. Az az enyhe túlzás, de jönnek. Hogy vagytok, hogy érzitek magatokat a versenyen? Nagyon jó. Nagyon jó, tetszik a verseny? Nagyon jó. Most már az idő is kijavult, úgyhogy abszolút jó. Jó meg van szervezve, jók a kaják ráadásul. Na, ennek örülök, hogy így. Úgyhogy ez a véleményetek. Teljes. Az ebédem mindig kicsit kómásak vagyunk az ebédben. És halügyileg? Hát az lehetne jobb is, de hát ez a versenyzés, ez ilyen. Tehát, értem. Várakozásoknak megfelelő egyébként a helyhúzás utáni én tisztában voltam, halfogás? Hogy sok halra nem kell számítani. A helyből kifolyólag? Vagy eleve a tóhoz, tehát amit az elmúlt években is ugye nagyjából nyomon követtem a versenyt, tehát fogtak ilyen 200 kiló voltak a maximumok, ugye. Tehát egy 96 órás versenyen az nem nevezhető soknak, szerintem legalábbis. Értem. Itt azért számítottunk, de legalábbis én úgy számoltam, hogy éjszakánként fogunk 3-4 halat, meg nappal is 3-4 halat. Aha. Tehát ez, úgy számoltam körülbelül ez a 200 kiló környéki. Meg vagyok elégedve a teljesítményetekkel, vagy még azért? Hát amit tudunk, azt megteszünk. Aha. Abszolút. De jó, hát akkor... Igazából szerintem amit lehet megtettünk.
most már a előkék is működnek, harvesztésük most már nincs. Úgy. Az jó. Mennyi hal van most nektek lekötve? Egy darabban lekötve összesen, ez a hetedik, ez aha. A legnagyobb halunk idáig, ez ilyen 10,5 kg. Uh-huh. Na mindjárt, akkor megérkeztek Mátyásék, és akkor jönnek és szépen lemérjük és megnézzük, hogy mi. Jó, de csak addig. Az egyik versenyzőt megfosztottam egy igen drága Gemini olmától. Azt hallottam az előbb. Azt hallottam. Megérkeztünk. Lemérjük az összesen. Ott a papá. És ezt pont el is kaptuk. Hú, de király. Főleg, ha összeakadtatok a másikokkal. Jó, van csak viccel. Nem. De szép kapást csinált. Elhúzta rendesen. Érzésre? 7-8 kilós? Na, kíváncsi. Ó, de szép. 11-28. Oh. Na hát szerencsénk volt az Immotep Base Teamnél, mert mérlegelés közben, vagy inkább előtt, egy gyönyörű szép kapás jött, és meg is lett a hal, ki is fogták a halat, és egy nagyon szép 10 pluszos pontot akasztottak, úgyhogy ez pont jó jött nekik az esti mérlegelésre. Igazából 2-10 pluszos mértünk most nekik, ezzel biztos, hogy jó sokat jöttek előre a tabellán. A következő csapat a földnyelven a Deep Sleep Team. Továbbra is megállíthatatlanul menetelnek előre. 3 halat tudtak mérlegelni, és ezzel tovább növelték amúgy is tetemes előnyüket. Nem lesz egyszerű behozni a srácokat. Mire a csati oldalra értünk, teljesen besötétedett, és sajnos nem tudtam használható felvételeket készíteni. De az eredményeket azért elmondom. A Sneci team nem tudott értékelhető halat fogni a nap folyamán. A Naimat Carp team 2 halat is fogott 13,6 kg-os össúllyal. A Big Fish egy 6,6 kg-os halat fogott, viszont a duplázós jokerük miatt ez 13,2 kg lett. Izgalmas nap volt, a Deep Sleep Team tovább tudta növelni előnyét, viszont a Team Carp Service elkezdett beerősíteni, és feljöttek a második helyre. Őrájuk viszont feljött az Imhotep Base Team. Jó kis hajrá lesz itt, hát görbüljön mindenkinek, minél többet. És tudjátok, holnap újra találkozunk. Minden jót!